kint az UV lámpa alatt fekszik a lakókocsiba, és nem pirul. Szóval ezek nekem a természetgyógyászok, voltam egy ilyen nyílt autós napon, ugrálóvár, rufiosztás. Mi az más? Látom, ott ül egy ilyen természetgyógyász. Oda megyek, jó a csajozós dumám, hello. Már vágja nekem, én természetgyógyászok, szerinted miért jöttem ide? Azt mondja, 1500 forint folyamú diákigazolvány kell-e hozzá, meg volt a pénz, adom oda, foglaljon helyet. Itt az ugrálóvár mellett, tehát lehet, hogy a gyerekeknek tetszene, de a szülők mit fognak szólni? Igazi természetgyógyász volt. Azt mondta, most vizsgálatot tartunk. Ebben reménykedtem én is, de hát ő vizsgált. Kivett egy ilyen robotot, fölrakta az asztalra, dugja be ide a kezét. Ki volt fizetve? Bedugom a kezem. Mire a hölgy? És én most indítom a lézert anyádba. Észen legyél, kiscsi, be meg se vizsgáltál, vágod le a kezem, normális vagy? Ne aggódjon, ez informatív lézer. Bemegy a szervezetbe, körülnéz, ott is, visszajön, hozza az információt. Na, mondom, egy percig az én koromban így kell tartani a kezem, egy percig így, kijön az információ, kis cédulán 8%. Mondom, ez mi? Hát a lelet. De hát 8%, igen. De mi? Ez hogy? Munkanélküliség? Infláció? Ez az ön egészségi állapotára utal, az ön egészségi állapot a 8%-on teljesít. Círmos koktél, fölhajítalak az asztalra. Én úgy megraklak ezzel a 8%-kal, hogy két napig nem fogsz tudni járni, bár. 8%. Nem jön zavarba, látom, érdekli a dolog. Ó. Ugyanis lesz nagy vizsgálat, utazunk az országba körbe, ha önökhöz érünk és megadja a számát, fölhívom. Mondom, de hogy hívsz? Majd az asszony vegye fel, mi? Ha? Egy rugással a 8%-ból 2-t csinál. Végül is kidumálta a számomat. 3 hét múlva csörög a telefon. Általában van ilyen, hogy ismeretlen szám, ezt én így veszem föl. Téves! Tudja, kivel beszél. Vagy van a másik, hogy jó napot kívánok, egy nagyon kedves munkatársa adta meg a számát. Na, nekem olyan meg nincsen, ne ugassál. Azt mondja a múltkor, hogy egy nagyszerű befektetési ötletem lenne önnek, mint öregedő humoristának. Ó, hogy rohadjál meg. Alkalmas az időpont, hogy most erről beszéljünk? Nem. Mikor hívhatom újra? 4 év múlva, cica. Elnézést, úgy értettem, hogy 4 év múlva. Jó, legyen 8. Na, cseng a telefon, fölveszem, mondom, téves. Nem téves. Ha. Egy ilyen igazi baltáns gyilkos hang. Magát keresem. Ú, mondom, megtalálta, én vagyok. Ön volt egy ilyen vizsgálaton. Na, a csajnak az apja. Gondoltam, nem. Doktor akárki volt, hogy most a neve volt a doktor, vagy a foglalkozása, nem fog kiderülni. Azt mondta, hogy a nagyvizsgálat miatt telefonál, adott címre, adott időben jelenjek meg. Elsonfordáltam, kicsit tétováztam az ajtóban, mert az volt kírva, hogy masszás szalon. Az én olvasatomban nem volt létidegen. Kivágódik az ajtó, baltás gyilkos doktor megjelenik, de hallod, egy olyan, mint amilyet a hangjából lehetett volna gondolni, az úgynevezett hegyomlás méretű gigaparasztot képzeld el. Végignézel rajta, és izomlázas lesz a szemed. Hogy... És olyan szép ember volt, hogy apja Quasimodo, sajnos az anyja is, de Schwarzenegger besegített. Azt mondja, meddig várjak még? Ne várjál, megyek, de befelé. Ben voltam a csapdába, haladnék a rendelő felé. A pincébe megyünk. Hát a szén alá leszek elásva, jó. Lefáradok a lécsőn, 10 centi víz tanyázik a pincébe, azt mondja a doktor baltás gyilkos. Nagy eső volt tegnap. Mondom, még jó, mert azt hittem, ennyit sírt az előző áldozat. Betocsogunk a vízbe, 2 ilyen zserbús tálcát odahoz, bedobja a tócsába, álljon rá! Én még pincébe nem szörföztem, úgyhogy... Rugalmasan rálok, a másikat az asztalra teszi, tenyereket erre. A szabályos testtartás minden sportban fontos. Így állok a tócsában, mint egy rendes hülye.
A doktor gyilkos meg hozza a villanydrótot. Na mondom, itt fog agyonbaszatni az árammal, nagyon fasza. Csatlakozik rá a tálcára, megy a konnektorhoz. Ó, anyám, 382-20. Ne válogass, komám, dugja, de egyszer élünk. Nem oda dugta, képzeld el, a kis laptopjába csatlakozott be, fölnyitja, és a képernyőn ott forog egy ekkora kis pucér hapsi. Én meg terhes vagyok, gondoltam, és rákérdezek, hogy who the fuck is kisember, azt mondja doki, hát az ott maga. Doki, nézzük már meg, hogy nekem hol van a súlypontom, meg neki hol nincs. Válasz, lélekben ön ilyen sovány. Ez a hasbalkasztás, mi lélekben sovány vagyok. De akkor kiderült, hogy tényleg baltásgyilkos, bejött egy ilyen forgókorong a képernyőn, és a kis lelkemet így szeletelte föl. De közben dobálta ki az információkat, heti 4 hátsó fali infarktus, ki kell venni a tüdőt, kell a hely a májnak, így minden szar. Én egyre rosszabbul érzem magam, egyszer csak felakad a gyilkos szeme. Maga lúgos! Nem, én vízöntő vagyok, maga lúgos! Akkor az! Kár, mert az emberek többsége savas. Tukik, hát szarjuk már le, azt se tudom, hogy megyek haza, darabokba, lelkem, te meg itt pH-zol. Igen, mert most akciós a savtalanító. Ha 70 ezret fizettem volna, 7200 helyett 5800-ért kapom, ami nem kell. Lemondtam róla, azt mondja, aranyarcpakolás érdekli. Komám, erre a busz nyomta szlávfejre, ne kerdjél aranyat, le fog kopni. Akkor jó, 32 oldal leletet adott a kezembe, voltak benne táplálkozási tanácsok, egy, ne fogyasszon gyümölcsöt. Mondjuk ez nálunk megy, mert gyerekkorunkban megtanuljuk a cefrének valót nem megzabálni. Ez megy. Ilyen volt. Ilyen táplálkozási tanáccsal jött nekem. Hetente 2 darab gyümölcsöt fogyaszthatok, az egyik lehet ribizli. Egész éjjel forgolódtam, úgy megült a gyomrom ez a rohadt ribizli. A másik lehet görögdinnye. Hoppá! Hogy elég nagy a szórás, és... Ja, a szervezetemben kevés a nyomelem, például a mák. Ami kicsi, az nyomelem. És én a 32 oldal lelettel távoztam, fölhívtam a barátomat, aki orvos, embereket gyógyít, évtizedekig járt egyetemre. Alapos ember, Máté Szalkán volt gyakorlaton. Szúrt vágott sebek, azt mondta. Mesélte, volt egy fickó, az ukránoktól vett speedet. Te is. Ott úgy mondják, uzsgyi. Tudtad mi? Elpatintotta, és híróvá változott. Ott pörgött a főtéren, mint bádoglavor a betonon, és úgy érezte, hogy valami nagy tettet most, és beverte kézzel a kirakat üveget. Ez nagyon egészségtelen dolog, utána már nem kell rövidújú ing, és 4 rendőr bevitte az ügyeletre, hogy tessenek ma összevarni, mert így véresen nincs kedvünk megrugdosni. De a csávó annyira harcolt, hogy a 4 rendőr nem tudta lefogni. És akkor mondta az idősebb orvos kolléga, hogy na most jön a szakma, befűzte a tűbe a cérnát, odalépett, és a vergődő fickónak a fülét egyöltéssel a vizsgáló kanapéhoz. Mondták, el lehet engedni. Úgyhogy Zsolt ilyen képzett orvos, szilveszterkor szokott ügyelni, azt mondta, el nem hinnéd, milyen hülyék vannak. Tavaly behoztak egy fickót, a szájába robbant fel a petárda. Ahhoz milyen cuccot kell szívni, hogy... És nem ilyen geronadzó Máriás lett a szája, hogy... Csak kijött egy fogad, de mondjuk az a szemén. Úgyhogy... Felhívtam Zsoltit, mondom, Zsolti, voltam természetgyógyásznál, így foglalta össze, sarlatánság. Mondom, mert irigy vagy, tele van külföldi szóval a lelet. Ráadásul 32 oldal. Hozd ide, odavittem, így lapozta. Na jól átvágtak, ez nem így van, ez csak vérből lehet megállapítani. Így hullottak le rólam a betegségek, hogy jó. Így nézte, rosszul vannak beállítva a határértékek, végiglapozta 32 oldalt, és így fejezte be, hogy hát végül is a vizsgálat elérte a célját. Hogy? Kifizetted, nem te gyökér?
másik természetgyógyász kalandom abból fakad, hogy vettem egy új kocsit, hát életemben kétszer, először és utoljára. Mérethelytelen volt, ugye, ez az ing XXL-es, az SS volt, úgyhogy 3 évig így ültem. Mindig fájt a hátam, mentem a masszőrhöz, egy másik kocsi állát oda költöttem. Masszírhoz azt mondja, hallod, most itt a nagy lehetőség. Hogy itt van a csoda doktor, Tibetből, Niku. Niku, igen, román. Jó nagy kerülővel jött, rohadjon meg. Ő most meggyógyít. De mondom, én nem megyek már el, mert én már voltam. Nem kell elmenni, e-mailt kell neki küldeni, mert Niku megkapja, téren időn átível. Meggyógyít. Ingyen? Ingyen. Akkor küldtem neki egy e-mailbe egy fényképet a házunkról, hogy tudja, hol kell keresni. Visszajött magadról gyökér, jó, kapott egy érettségizős képet. Az volt a reakciója, kedden 17 órakor feküdjek le 40 percig, hogy meg tudjon vizsgálni. Mondom, kispajtás, téren időn átívelünk, állóbeteget nem tudunk. Mit? Lefeküdtem 17 óra 00-kor, ahogy kérte. Én a fekszek-alszok típus vagyok. Én figyelem egy ideje, ez az alvászavar, ez tipikus női betegség, nem? Basszus! Úristen, hogy nézek ki, egész éjszaka le nem hunytam, azt mondom, tiszta karika, basszus! Miért nem aludtál? Mert horkolsz, te paraszt, azért. Üzenem a hölgyeknek, sötét van, nem hallgatózni kell, aludni kell. Na, én az előírtak szerint 17.00-kor lefeküdtem, aludtam 1 óra 20 percet, hogy fel is tudjon öltöztetni. Másnap jön az e-mail, nagy baj van, 20 percig nem hagytam magam megvizsgálni. Bezavarta a horkolás szerintem. 2, azért fáj a hátam, mert hasnyálmirigy gyulladásom van. Hátamon. És nem fogyaszthatok alkoholt. Na mondom, te nem vagy orvos, hogy ilyeneket mondjál. Majd leesett, hogy én nem otthon feküdtem le Debrecenben, hanem itt Solymáron. Azonnal hívom a feleségem. Ki volt otthon tegnap 5-kor? Csak a kutya. Ó, de jó. Nem is iszik, de elképzelte, hogy Niku transzba esik, átível nekem ott téren időn, becsapódik, házról fénykép van, címet tudja. Keres. Egyszer csak belebotlik a ház előtt füles kutyába. Meg. Elkezdett turkálni a szervek közt, egyszer csak felakad a szeme. Azt a mekkora farka van ennek a házinak! Köszönöm szépen. Ki szokott újságot olvasni? Nagyon jó, ez eredmény. Van, amikor így... Igen, mert aki tud olvasni, az a sokkal könnyebb, mert az valamit tud. Csak hát oda kell figyelni, hogy mit olvasol. Nem tudom, ki hallotta Phoenix Jones nevét a jelenlévők közül. Nincs fenn a sok kéz, ugye? Mert az interneten is lehet olvasni. Ott láttam, van egy ilyen férfi, Phoenix Jones, ő ilyen lakossági szuperhős. Hát, meg egy kicsit bolond is szerintem. Az történt, hogy Phoenix Jones, nem ez volt az eredeti neve, de ment az utcán, lelőtték 1-szer, 4-szer. Már hogy így ment, és akkor 4-et lőttek bele, de túlélte, föltámadt, mint Phoenix madár, és fölvette ezt a nevet, hogy Phoenix Jones, és ő lakossági szuperhős lett, varatott magának ilyen Batman ruhát. Nagyon jól néz ki benne, igazi hülye gyerek. Van maszk is a fején, köpenye nincs. Ő ilyen gyalog Batman. És van rajta 3 aranycsík, hogy el ne csapja a kék ifa, gondolom éjszaka. És Phoenix Jones, mint lakossági szuperhős, szolgálatot teljesít, éjszaka megy, éber, és van egy 1 literes paprikaspréje, ha baj van. Nálam is mindig van erős pista, de nem ugyanazért. Ő szolgálatot teljesít, nem kérte senki, nem is olyan vicces, mint a gárdisták, és... De jól néz ki. És egyszer már állítólag megakadályozott egy kocsilopást, azóta a felesége is megy vele, kamerával veszi, hogy apa mekkora hős. És Phoenix Jones benézett egy akciót, ugyanis a srácok jöttek haza a diszkóból, és van ez a capoeira. Ismered, hogy tudod, úgy kell verekedni, hogy nem ütnek meg, megütöd magad, mert ilyen... És buli után ott hősködtek, hogy ők capoeirások. Phoenix Jones meg azt hitte, hogy verekedés van. Action! Anya vegyed! Közék rohant, és a paprika sprével, mint nagyapám a szőlőbe, fújt le mindent, ami mozog.
Kivéve a csajokat, mert az emancipáció Amerikában sem teljes. A fiúkat, lefújkálta őket, és az egyik csaj zokon vette, hogy a csávója ott fetreng sírva, levett a csukáját, és félholtra vert a lakossági szuperhős. Kihívta a rendőrséget, azok bevitték, a bíró megmondta, hogy engedjék el ezt a barmot. Kiengedték, és kiderült, hogy úgy hívják Benjamin Fodor. Én tudtam, hogy ez a Fodor Gábor még előkerül valahonnan, de hogy Amerikából. Mi? De amúgy meg nálunk ilyen szuperhősök nem nagyon vannak, úgy mondanám, nem ide valósiak, kérem. Városi fajta mindegyik, de így elképzelem, hogy pókember idejön Budapestre, már az Asztóriánál így csavarodik fel a villamos felsővezetékre, ugye? És Superman nem tud jönni, mert nem van a metróba, megállította az égő metrókocsit, de az ogrék nem engedik ki, mert nincs jegye. Hívni kell az elműt, kosaras kocsi, jaj, én hozzá nem nyúlok, ez pókocsém, hát jaj. Add már fel a sprét, még mocorok, még ráfúj. Nem ide valósiak, hát nem. Képzeld, de Iron Man elindul éjszaka, Pesten, a sötétbe. Lomtalanításkor. Mi? Nyikorogva fékez mellett a piros zsiguli. Csak ennyit a... Jaj, a csávot fogja már, és puf, el is tűnt. Vagy Batman a kis köpenyével bemegy az áruházba, a szellőző ventilátor becsípi a köpenyt. Elnézést. Száraz takarítást kérek az iparcikosztára. Sanyi, létrát vigyetek, valami kurva nagy bogár az. Hátul vigyétek már ki, nehogy rólunk cikkezzenek, hogy bogár volt a Tefkauba, érted? Úgyhogy nem ide valósiak, de elképzeltem, hogyha pókember ide jönne mégis, úgy dönt, hogy itt fog lakni. És összetűzésbe keveredünk. Mondanám neki, Pók úr, ide figyeljen. Nem tröksz, ez a neve. Pók úr, ide figyeljen. Én vidéki vagyok. Tetszik tudni, ott küzdjünk meg nálunk a Hortobágyon. Ott fogunk találkozni holnap 2-kor, a 9 lyukú hídtól egy a 1,5 kilométerre, ott ugrálja egy gyökér a fű között, meg a tején szarva a zsinóroddal, nem? Eljön pókember, fú, nagy párbaj, én kombányjal megyek. Hát egyrészt, mert félelmetes, másrészt meg ott a vágóasztal elől, pókember, kilövi a fonalát, én beindítom a vágóasztalt, elő van az a motolla, elkapja Pók úrnak a fonalát, tekeri fel 5 perc alatt, úgy lebontja, mint nagyanyám a pulóvert, nem? Perceken belül Kertész Ricsi és folytatja Hadházi László és a műsorvezető Kis Ádám. Gyere el és vegyél részt élőben a Schoder Club felvételén. Élvezd vágatlanul a műsort és találkozz kedvenceiddel. Schoder Club, ha eleged van a celebekből. Ne essünk túlzásba! Ott tartok, hogy szerintem vannak olyan újságírók, ezt most idézőjelben mondtam, aki írni tud, de olvasni. Figyelj, járt nekem a Kozmó. Mit rögsz, neked is jár, nem? Na, gyerekek mondták, apa az nem Kozmó, Kozmó. Járt nekem, küldték maguktól, és egyszer jött egy levél, ez volt a címzés, Hadházi László, kedves Kozmó lány. Amikor az óra húzta a vesztőt, arról se ugrott be neki valami, nem, küldött nekem egy Kozmó kártyát, ami olyan, mint a hitelkártya, neked van, majd odaadom, olyan, mint a hitelkártya, csak nincs rajta pénz, se tartozás, de az, hogy Hadházi László, Kozmó lány. Úgy bele van préselve, hogy smirgivel nem jön ki. És azt írja, ha ezt a kártyát az alábbi üzletekben, és föl van sorolva, vagy 20 olyan, ahova nap mint nap járok, ha ezt a kártyát ezekben az üzletekben felmutatod, kedves Kozmó lány, kapsz 10% kedvezményt. Mert felmutatom, mi? Na, ki a buzi? És azt írja az újságíró, búcsúzóul, kedves Kozmólány, pasiz, buliz, shoppingolj. Anyádnak ne vegyek valamit, ha már ott vagyok.
Ki emlékszik arra, hogy fekete párducot láttak 2003-ban Nagy Rábén? Senki. De tényleg nem? Az úr? Nem? Külföldi? Nem. Mindegy, 2003-ban ez vezető hír volt. Úgy történt, hogy az egyik ember, nem én, az egyik ember ült Nagy Rábén a hangulat karbantartó kombinátban, és a... Igen, kocsma, de így jobban hangzik. A tulajdonossal fogyasztottak, és mondja a tulajdonos, hogy hallod, én bezárok. Mondom neki, vagyis mondja az egyik ember, hogy ne zárjál még be, hát hozzám már ki még egy fél liter pálinkát. Mert ott fél litert kell kérni, hogy felest akarsz inni. Mert olyan a pincér, hogy ti kértetek 4 rumot? Nem! Ti kértetek 3 rumot? Fél liter kész, egy biztos odaér. Úgyhogy mondja neki az egyik ember, hogy ne zárjál már még be, hát küldjél már még ki egy fél liter pálinkát. Ha nem most zárok be, örökre bezárok, majd, mit tudom én, holnap. Hát ez egy olyan szutyok hely, ez a Nagy Rábé, hát azt se tudják az emberek, hogy hol van. Hát a varjú félszárnyal repüli át. Egyikkel így csinál, másikkel, hogy de szóval nem így meg. Nem járnak kocsmába az emberek. Azt se tudják, hol van. És mondja neki az egyik ember, hogy fogadjunk, hogy egy héten belül tudni fogják, és másnap ez az ember, aki nem én vagyok, megírta a cikket, hogy fekete párducot láttak Nagy Rábén, és volt egy fénykép egy bokorról. Itt. És ez bőven elég. Vezető hír, hogy a fekete párducot... Jó, és a lakosság meg agyar, ó, honnan jött? Biztos van még rohadt genyó gazdag, elengedte, mert nem bírja eltetni, ó! A fenét, átúszta a tengert! Jövőre jönnek a jeges medvék is! Dehogy is, a cirkuszból szökött meg, nem is volt cirkusz, majd lesz! Elindult az élet, és az egyik televíziós csatorna, nem ez, riportert küldött föltárni az igazságot, hát Jáksó Lászlót, és ő el is ment Nagy Rédére. Tudod, mi a különbség Nagy Rábé meg Nagy Réde között? 200 kilométer. És a vegyesbolt előtt riogatta a néniket, hogy Csokrom, a néni látta a fekete párducot? Aranka, téged keresne. A néni látta a fekete párducot? Én? Na, nekünk csak egy kutyánk van. És elindult, és a csúcs, hogy Nagy Rábén a körzeti megbízott irodájában így ültek sorba 28-an a szemtanúk kihallgatásra várva. De Sanyi, hol láttad? A csarnok előtt este 8-kor. A fekete párducot este 8-kor a sötétbe? A lámpa alatt ment el. És összeverekedtek, nem is volt, tudom. És az volt a terv, hogy hát így megjelenik a cikk, megkapódik a láda sör, és el van felejtve, megmondjuk, hogy vicc volt. Igen, ám, de 2 napja ott körözött a Vodafone-os helikopter. Üzemóradíja 200 000 forint, annyit nem ér egy láda sör, elfelejtődött. És erre most mit olvasok? Angliában a tengerparttól 700 méterre egy mezőn találtak egy bálnát. Ezek mibe fogadhattak, hallod? Egy bálnát a mezőn. Elképzelhetetlen, de azt mondta a sógorom, hogy a fenét, a bálna, rohadt nagy állat, rohadt nagy, a tugrik. Elfordult alatta a fő. Vagy látta, bálnabontás holnap, kiugrok valami jó angol cuccért. Puff. Most meg tudod, mi van kiírva? Bálnabontás holnap. Bármit leírnak, és hát így olvassuk az újságokat. Például most azt olvastam, hogy a világon a leghosszabb pénisze a csádiaknak van, nem az a csádiaknak, a csádiaknak, és a magyaroknak. De szerintem Csádban mérik, Magyarországon megkérdezik. Halló, jó napot kívánok, a statisztikai telefonálok, hogy önnek mekkora... Most? Nem tudna visszahívni egy 5 perc múlva. És láttam azt a lányt, az a család nem vagy rejsz, mindegy. Láttam a lányt, akinek 101-szer növelték meg az ajkait eddig, mert ő úgy döntött, hogy neki lesznek a legnagyobb szájai vagy ajkai a világon. A példaképe ez a rajzfilm figura, ez a Jessica Rabbit. Láttad azt a filmet? És így töltik fel a száját, nagyon jól néz ki hátulról, és, mert úgy is látszik, akkora, és
azt írták róla, hogy szomorú a lány. Elmegy a pasiával, én is így tartani kell a homlokát, mert a szája lerántja a fejét. Szomorú a lány, mert hogy butának nézik. Na? Mi? Tudod, mit kérdeznék tőle elsőre? Szia! Te is itt bulizol? Amúgy, szerinted mennyi az orbitális búgócsiga koszinusz fi értéke? Van még róla kép. Szia! El tudsz képzelni kapcsolatot egy magadfajta lány és egy magamfajta fiú között? Nem, én se csak megsajnáltalak. De legjobb a harmadik. Hello! Van egy fél órát, kitakaríthatnád az akváriumot. Nagyon sok hülyeséget lehet olvasni, például a japánok, nem a kínaiak, nem a japánok, innen nézem mindegy. A japánok mamutot akarnak klónozni. Ott van Budán kettő, mi a francnak, nem? De ők mamutot akarnak klónozni, és így belegondoltam, hogy minek tényleg. Képzeld egy szilveszteri buliba, kihúznak tombalán. Nyertes szám, 14-es, nyert egy mamutot! Na. Egy malacot is nehéz hazavinni, de mi a mamutot, mi? Alá kötöd a hasa alá az igniszt. Föl vagyunk haza. Rohadt nagy állat. Hazaviszed, elfelejted, hogy mamutod van. Reggel felkelsz, kivész az udvarra. Mi van, napfogyatkozás? Ó, basszus, a mamut! Itt a gyere már, dög rájut az igniszre. A mamuttal az a baj, hogy hiába kötöd... Na, érted, a mamut túr, mert nekünk volt malacunk, feltúrja a kertet, eljön az állatorvos, megkarikázza. Na, de a mamutnak mit raksz az órába? Alufelnit, nagyon jó. Kutgyűrűt, még jobb. Vagy ott van a mamutod az udvaron, a szomszéd kutyája, a csöpi. Ez a magyar fajta egyébként, ez a Békés Csabai biciklis kergetős kutya. Tacskó alváz, olajos hordó, üregi nyúlfejvek. Magyar fajta, magyar. Zolika ül. Na, magyar, érti, magyar fajta. Megrakja neked a mamutot éjjel. Miért megáll neki, hát nem? Hogy megugorja a garázstetőről? Elég 8 olyat, azt se tudod, mi az. És olyan agresszív lesz, hallod? Nem a biciklis postást fogja leszedni, a pilótát a helikopterről. Hát mamut, mi a francnak? Aztán rájöttem, hogy minek. Hát disznót ugye vágunk évente, igaz? Na majd mamutot. 3 évente eljön az állatorvos, meg 2 tűzszerész. Ancika, nincs tessék eltenni a kést, csak feltetszik vele idegesíteni, majd mint elintézik. Ha mamut, na fiúk, mi legyen? Taposa óvakna. Mit csinál, leszedi az okniát, hülye gyerek, mamut? Hát, akkor jöjjön egy grippen bombáz, aki széljel legalább neked darálni a kolbászba valót, nem? Az se jó, mert már mondtam, felszáll egy grippen, 5%-ot esik a GDP. Na, de a szomszéd vett a Ruszkiktól 89-ben ilyen várról indítható harci rakétát. Rohadjál meg a nyári konyha sarkáról. Nem hazogjál már, hova lőjek neki? Szemek közé, nyakon csergetett, győztünk, és nem az, hogy 3 évig mamutot fogtok enni, de másfél évig, amíg ki nem hűl, van hol lakni. Jönnek a vendégek, gyertek be. Enes már a májon. Gyere. Bocs, hogy csak a hátsó ajtó volt nyitva, de nem jön ki a kútgyűrű az első ajtóból. És ugye, amikor disznót ölünk, akkor az van, hogy a hős férfiak legyőzik ezt a félelmetes fenevadat, a házi sertést. Addig a csajok benn vannak a nyári konyhában, várnak az elit munkára. Éjciként töltsél már velem édeset. Na mi van, nem töltöl? Győzünk, apa beviszi a belet, pucoljatok lányok. Kész van, papa, hogy jöjjön, fújja fel a belet. Mert fel kell fújni, mert ha lyukas, kifolyik a hurka. A gyerekek megnézik, azt a mekkora lufi. Aha, majd a mamutnál, hallod? 16 csávó talicskával nekiugrik, kipakolja a nagyját, beáll a térdük, szólja a Sóderes Ferinek, a markoló vagy, jöjjön, mert én nem bírom tovább. Kipakolják, beviszik a nyári konyhába, asszony, pucold meg. Anya betapossa a hajdúmosógépbe. Átküldi egy öblítőprogramon.
Papó! Jöjjön, fújja fel a belet! Hát én már egy gumimatracot nem bírok két nap alatt felfújni, nem egy lakodalmas sátrat! Hát kifolyik a hurka! Vigyük le a benzinkútra! Majd ott felfújják! Jön a sát, csókom kettő-kettőre, jó lesz! Fújját már, ne idegesítik! Figyelj! Még a szomszéd faluból is futnak a kisrácok! Ugrálóvár, ugrálóvár! Mamutot mi a francnak? A másik, amivel idegesítenek, jön a kisbolygó! Minden zög lesz! És van egy réteg, aki ennek körül. Meg fogtok dögleni! Te is, de ti jobban! Jön a kisbolygó, mondjuk nem a tudomány folyóiratban van általában, jön a kisbolygó, meghalunk. És aznap éjszaka, amikor elment mellettünk, megálltam tankolni, jön a kutas, tele lesz, mondom, tele, hú, hülyeség. De hogy hülyeség, nagyon messze lakok. De jön a kisbolygó 20 perc múlva. És menjek azzal? Nem, de hát... Neki megy a földnek, el fogunk pusztulni 20 perc múlva. És ezt az 50 liter benzint már nem lehet kifigyfirikelni 20 perc alatt. Hülyeség tele tankolni. Igen, és bejönni dolgozni mi? Tudod, hogy elpusztulsz, betelefonálsz, hogy főnök, írjál be szabad napot, hogy holnap. Láttátok, hogy Putyin mekkora csávó? Felvaradta az arcát. Mondjuk Viktor is szeretné a Feriét ide-hátra, de... Putyin felvaradta az arcát, mert ismét elnök szeretne lenni, és hát Oroszországban nem mindegy, hogy ki az elnök, mert van gáz. Nálunk se lenne mindegy, mert gáz van, de ebben most nem menjünk bele. És Putyin kampányol, motoros találkozókra jár, koncertekre jár, judózik, és még vadászik is, védi a tigrist a medvétől. És alig hiszem el, de igaz, Putyin búvárkodik, és búvárkodás közben, gyerekek, a tenger mélyén ez a nagyszerű ember ókori kincsekre bukkant. De igaz, ott volt vele két operatőr is. Életszerű, nem? Mintha Schmidt Pál a Bibliába helyesírási hibát találna. Biblia, Biblia, Biblia. Nem hiányzik ebből egy jé? De vajon milyen jé? Pontos jé vagy elipszilonos jé? Úgyhogy bármi lehet, figyeljünk oda, hogy mit olvasunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Valóban, jó estét kívánok, magyar szakra járok, 6 éve. Jó, de volt egy szobatársam, a Józsi, a kollégiumban, aki 9 évig járt filozófia szakra. Minden reggel fölébredt, és érdemes bemennem? De igyekszem, meg most már reformkor lesz, és nem lesz ennyi bölcsész, meg lesz gyógyszer a Tesco-ba, ilyen Tesco gazdaságos 10 kilós aszpirin. Lehet focizni a C-vitaminnal. Meg a benzinkúton is lesz, mondták, hogy lesz ott is gyógyszer. Már látom, hogy jön majd a benzinkutas, és koleszterint megnézi. Ablakmosás, beöntés. Úgyhogy reformkor lesz 100 vasutat, 10-et. És hát jutalmat kaptak a miniszterek, felajánlották egymásnak. És már Lampert Monika nem kapott, a politika kiszer tündéje. Nem is értettem, hogy hogy került be az első kormányba. Tehát az is egy ilyen rejtély volt, hogy aztán rájöttem végül is, hogy nálam van az Avon katalógus. Gyula, megjött a láspré. Jó a vermutra. És beszédet mondott augusztus 20-án a Monika. Történelmi beszéd volt, mert ilyen összefüggéseikbe helyezte, mondta, hogy Szent István régiópárti lenne. Csák Máté meg evázna. Károly Robert eurót akarna, az biztos. És van a Szekeres Imre, kommandante Szekeres Imre, aki nem volt katona, úgy lett honvédelmi miniszter. Hát nem biztos, hogy a velencei polgármester tud úszni. Nem várjuk el. És ő meg vezényelt a katonáknak a Kossuth téren. Egy rossz mozdulat, és elindulnak a tankok Ausztria felé. Nem kezdeni járni. És itt van ez a szökevény, nincs itt? Hát a rendőrök annyira védik, hát nézték a Astoria közepén géppisztolya, meg a plázákba. Hát én is oda mennék egyből, aki jönnék, szóval... És annyit árultak, hát 2 óra múlva kirakták a rendőrség honlapjára egy tűzfal mögé a képét.
és annyit mondtak, hogy dús szemöldökű és halkan beszél. Kiszedtünk, de mikrofon nélkül. Nem, mert csak azért mondom, mert kérdezte tőle egy bulvár újságról a múltkor, hogy mit csinálnál, nél, nál? Kiszedtünk, de egy lakatlan szigeten. Hát tutajba. Nincs meg. Na, visszatér rendőrség. Hát volt ez a forradalom, TV ostrom, hát annyi köze volt a forradalomhoz, mint a Somló Tamásnak Fred Asterhez kb. De forradalom volt, és könygázzal akarták lefújni a Fradi Vékközé vezetőjét. Hát mit vártak? Ezen nőttek fel. Úgy lett üdözte, mint a Darázsa kemotoszott nyár végén. Hát ezzel akarták meglepni. És hát kezdődött a reform, már nyár elején magyarázta a... Mit csináljak? Tegyek el a nyugdíjasoktól? Jó! Tegyek el a járókeretet! Ugye végig túlkörök, mit csinálj? Jó! Rássuk el őket! Rássuk el! Rássuk el! Rássuk el! Rássuk el! Várj, várj! És hát ő most már a nemzet osztályfőnöke. Mindig azt érzem, hogy rendkívüli osztályfőnöki óra van. Hetes hol a kréta, és jó van 8. C! Akkor nem lesz fali újság. De osztálykirándulás sem. És hát lári, fári, dömdödöm, vap, 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 sovak, irgum, burgum, csabi, csabi, jaszper. De valaki nem vigyázni, hogy a reformkor lesz, hogy ő akar lenni egy személybe, hát ő akar lenni a Széchenyi, Deák Ferenc és Szent István. Ez tényleg szép, de arra kéne vigyázni, hogy a Széchenyi csinált valamit, és utána bolondult meg. Ez az egyen is a... Fenülti teszi a társadalmat. Vártam, hogy kiáll majd decemberben, hogy Coca-Cola kamion elé. Nincs télapó, nincs! Ez a kurva nyuszi sincs! Azt mondja, gyerek, mennyi sokit kaptam? Jó, hossza a gyerek, én vettem mind! De nem foglalkozok behatóbban az összödi beszédbe, mert mindenki feldolgozta már, csak a kaláka nem. Tehát jaj, minden. Ilyen böszmeséget még a világ. Mindenki. Jó, hát nincs könnyű, tehát konstruktív ellenzékünk van, kétfajta munkamódszere van az ellenzéknek. Nem. Vagy ha már minden kötés szakad, akkor sem. És a Viktor, hát ő ha rajta múlna, akkor kőpapír ollóval döntenénk el a miniszterelnökséget. És most újraírja a történelem könyveket, hát ő zavarta ki az oroszokat is, hogy... Csapadödő. Félrevezetnek állandóan. És hát... Benne maradt most ebbe a Biblia idézet. Tehát egyszer el is olvashatná a Bibliát, de csak idéz belőle, és... Hát ahogy Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, Gyurcsány Ferenc, mondjon le. Szent Pál írja Brüsszelnek, csökkentsétek az eszéját, csökkentsétek az eszéját. Kóka Jani kapja be, János 23:46. És hát a reformokat azért a Gyurcsány azt már nem izéből magyarázza, tehát azt nem a limuzinból, mert a kampányban még ott beszélt a Batiznak, annak van ilyen android feje. Ja, igazán büszke vagyok, az a baba kötvény, hát mondom, arra lehet is. És mindig vártam, hogy hátrafordul a sofőr, és egy Raffaellót ura. A Viktor meg nagyon nagy formátumú politikus, le akarta darálni kis gömböcként a izét is, a Ibolyát, de hát ő tartotta magát az MDF. És hát leveleztek egymással a sajton keresztül, hogy na. De szerintem volt egy-két telefonbetyátkodás is a konzervatív éjszakában azért. Ibolya, nem lenne jó, hogyha egy összetaposott kalapot találnál az ágyadba reggel. Elszáradnak a tulipánok. Ibolya, hosszú lesz az öböl átúszás. De mindig örül az Ibolya végén, mint Miami-nál kubaiak. És mindezt a... Megvárom, tehát nem zavar a közönség. A kombinó zavarja az utas. Tehát egyébként nem kombinó, csak megzavarja.